A hazai érdekek mentén kell fejlesztenünk a hazai hadipart, szögezte le Benkő Tibor honvédelmi miniszter egy könyvbemutató kapcsán tartott kerekasztal beszélgetésen. Az eszmecserén a miniszter kiemelte, a honvédelmi és haderőfejlesztési program mentén olyan képességet kell felépíteni, amely garantálja az ország és az állampolgárok biztonságát. Lehet látni, hogy mennyire gyorsan, milyen élesen változik a biztonsági környezet. Egyik napról a másik napra. Nem beszélve a hibrid, úgynevezett hibrid hadviselésről, ahol az informatika most már jelen van, ott egy hibrid hadviselés egy kiber műveleti tevékenységgel pillanatok alatt lehet kárt okozni, anélkül, hogy egyetlen egy ember életet kioltottunk volna. Tehát egy olyan új hadviselési forma jelent meg, hogy ezzel szemben képesnek kell lennünk fellépni. És ez hozza magával, hogy van egy új, egy 21. századbeli képesség, amelyet meg kell teremteni, de nem szabad a ló túloldalára esni, hogy hát akkor a régit elfelejtjük. Elhangzott, a haderőfejlesztés terén az illetékesek magyar érdekeket, valamint másodszorban az Európai Unió érdekeit helyezik előtérbe. Benkő Tibor kiemelte, lehetőség szerint hazai bázison kell megteremteni a szükséges hadfelszerelést. Hozzátette, a hadipar és a kutatásfejlesztés pozitív hatással van más ipari ágazatok fejlődésére, sőt, az egészségügy területére is. A rendezvényen bemutatták Hossó Nikoletta Protokolltolmácsolás a Nemzetközi Kapcsolatok Világában című könyvét. A kötet ajánlásában Benkő Tibor úgy fogalmazott, a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium nem titkolt célja erősíteni a társadalommal és a civil emberekkel való kapcsolatot. A tárca vezető szerint a katonadiplomaták rendkívül fontos szerepet töltenek be a haderőben, és igen lényeges, hogy otthonosan mozogjanak a diplomácia területén is.